Állati percek az Országos Állatvédelmi Alapítvány jóvoltából. 300 kutyáról gondoskodunk, és hát tényleg nagyon nehezen vagyunk, mert ugye nagyon-nagyon kevés segítséget kapunk. Pár év ezelőtt még könnyebb volt, de most már egyre nehezebb lesz. Mindig több kutyát dobnak ki. Ugye én nekem kötelezik az, hogy csipoltás, ivartalanítás, minden meglegyen az állatoknak, de azt nem tudom, hogy a gazdáknál ezt miért nem követelik meg? Miért kell szaporítani az állatokat? Itt a menhelyben egyetlen egy ellésünk nincs, itt nincs szaporulat. Nem is bírnám elviselni azt, hogy még kis kölykök is legyenek itt sorba. Örökbefogadókat is várnak. Mennyire megy most az örökbefogadás önöktől? Nem olyan nagyon kapkodják őket, de azért visznek el egy olyan 15-20-at havonta. De hát azért többre szeretném, hogyha azért több gazda jelentkezne. Mert olyan nagyon szép kutyáink vannak, hogy csodálatos szépek, gyönyörűek, egészségesek, szépek, nincsenek fertőzések nálunk. Szegény a menhelyünk, de nagyon óvakodunk azért mindentől, mindent megteszünk értünk. Ahhoz képest, hogy kevés munkaerőm van, mert csak két munkaerőm van, és nagyon sokat kell dolgoznom, rengeteget oda kell lépnem mindenhova, de hát meg kell csinálnunk, hiába. Nem adom fel 22 év után, amíg élek, csinálom. Kutyák mellett macskák is vannak a menhelyen? Igen, igen, 25 cica is van. Mi azt tapasztaljuk, sokkal több a kóbormacska, mint a kóborkutya. Igen, mert azért a cicák ugye szaporodnak, azok ugye elmennek a határokba, vagy bárhol, nagyjából megélnek, de végül is nagyon kell óvakodni, mert ezek a cicák nagyon-nagyon nagy fertőzést tudnak okozni. És főleg ugye az ivartalanítás szinte egyetlen gazda sem költ. És most nagyon elhatalmasodott a cicák között a fertőzés, és nagyon komoly fertőzések vannak a cicáknál, úgyhogy a cicákkal nagyon óvakodatosan kell bánni, és az volna jó, hogy az emberek a cicákat is komolyabban vennék, nem dobnák ki őket, ivartalanítani cicákat, kutyákat, hogy ne szaporodjanak, mert hiszen ezek szenvedő alanyok lesznek csak. Nem szabad, hogy emberek így gondolkodjanak, hogy jó van, majd lesz valami vele, így nem szabad gondolkodni. Komolyan kell venni, őnekik is szívük, lelkük van, ő rájuk is kell gondolni, hogy ne a szenvedés jusson. Egy menhely életében mit jelent az, hogy beköszönt a tél és beköszönt a hideg idő? Nem nagy örvendezés, de hát azért kell a tél is, ugye az a baktériumok részéről, hogy azért muszáj, hogy jöjjön a tél is. Hát óvakodunk olyan szempontból, hogy azért ne fázzanak, vastagon szalmázunk. Mi mindenhol vastagon szalmázunk. A belső területen, ahol belül vannak beteg állatok, beteg szobákban, ott rongyozunk, pokrócozunk, de kint a külterületen, a területen az állatoknak vastagon szalma. Úgyhogy fázni nem fáznak, biztos, mert tető alatt van még a házikójuk, mindenkinek van házikója, és mindegyik házikó a tető alatt van, hogy nem fáznak, csak hát azért mégsem jó ez a őrületes emberi felfogás, amit csinálnak, hogy ész nélkül dobálják ki az állatokat. Mert nekünk is az volna jó, azt mondanánk, hogy 25 kutya van, erről kell gondoskodni. Mert az embereknek a tudatába jutott az, hogy igenis meg kell becsülni ezeket az állatokat. Hát hiszen ezek a kutyák olyan nagy barátok tudnak lenni, hogy ember nem hiszi el. Én mondjuk a kutyákról, cicákról, állatokról csak kedvesen jó szépeket tudok mondani, mert imádom őket, és nekem a szívem mellett van minden állat. Tényleg így kellene gondolkodni az embereknek is, hogy hát hiszen ők is élő lények. És ugye azt is meg kellene az emberekkel értetni, hogy ne vásároljanak, hanem fogadjanak örökbe inkább menhelyekre. Hát igen, ez még a nagyon fő szempont, hogy drága pénzekért ne vásárolják meg a kutyákat, hanem inkább próbálkozzanak elmenni a menhelyekbe, és nézzenek körük biztosan, hogy találnak olyan kutyust, ami éppen itt is vannak, kisebb méretű, nagyobb méretű, ilyen szép, olyan szép, biztos, hogy minden menhelybe akad olyan kutyus, ami neki megfelel és megtetszik. És akkor nem kell ilyen drága pénzeket kiadni kutyákért, és akkor megmenti a menhelyből azt a szerencsétlen állatot. Mert nekik se jó. Nekik is jobb, hogyha van egy gazdikájuk, akik szeretettel fogadják, szeretettel körül veszik. Őnekik is sokkal jobb az, de hát a menhely ez csak egy ideglenes hely nekik, hogy ne az utcán legyenek. És ugye, ha jól látom, a honlapjukon keresztül nagyon sok kutya fönt van, akik gazdit keresnek, és nagyon sok információ is fönt van róluk is, aki most nem tud kimenni személyesen, az a honlapon keresztül is meg tudja nézni az önöknél lévő kutyákat, akik örökbe fogadhatók. Most van folyamatban, hogy egyenként most fotóztassuk őket, megpróbálunk szép fotókat felrakni, mert azért az én koromnál fogva is, hadd ne mondjam, ugye, muszáj azért, hogy gondoskodjak azért.
azért amit csak lehet próbálkozzak vele, hogy gazdihoz jussanak, és hát azért nézzenek körül a honlapunkon, vannak több paksi oldalak, nézzenek körül, és próbálkozzanak minél többen jönni, befogadni kis árt. Persze természetesen csak megfelelő helyre adom ki, akik nem megkötik, és becsülettel gondozzák, és normálisan etetik, nem pedig odavágnak nekik egy kis vizes kenyeret, vagy ez az, hiszen a menhelyben is normálisan vannak etetve, mert mindent kiharcolok nekik, és hát szeretném, hogyha legalább a menhelytől jobb helyre kerülnének, a menhelytől rosszabb helyre, oda nem adok ki. Ezek voltak az Állati Percek. Készítette az Országos Állatvédelmi Alapítvány. www.országosállatvédő.hu